Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Mindjárt elmondom nektek, hogy miről lesz szó, de előtte vessünk egy pillantást a homlokomra. Látszik, hogy egy kicsit, kinyomkodtam, maradjunk annyiba. Van egy nagyon jó kis tükröm, ami 10-szeresen nagyít, és tegnap, ahogy belenéztem, késztetést éreztem rá, hogy oké, akkor ezektől itt meg kell szabadulni. Őszintén megmondom, arra gondoltam, hogy titokba lekorrektorozom, hogy ne látszódjon, viszont úgy voltam vele, hogy lássátok ti is, hogy én is ember vagyok, nekem se tökéletes a bőröm, nekem is kell néha miteszereket kinyomkodni az arcomból, úgyhogy így legalább még jobban teszt alá tudjuk vetni ezt a két dolgot, amit a címből ti már láttatok, hogy a szilikon szivacsról és egy Real Techniques-es beauty blenderről, smink szivacsról lesz szó. Szeretném elmondani nektek, hogy ez a két szivacs az elfes vásárlásom óta itt van nálam. Az első dolog ez volt, amit megláttam a Müllerben, hogy lehet kapni szilikon szivacsot, aminek egyébként az a hatalmas nagy őrületje, ami e körül volt, egy éve már lecsengett körülbelül, viszont annyira nem éreztem jó dolognak, hogy én ezt megrendeljem online, így viszont, hogy láttam, hogy van boltba, rögtön arra gondoltam, hogy megveszem. Ezen kívül pedig a Real Techniques-es szivacsot se próbáltam még ki, úgyhogy gondoltam, itt a jó alkalom, hogy kipróbáljam őket fele-fele arányban az arcomon. De miközben ezeket én nézegettem a Müllerbe, természetesen kiszúrta a szemem még két dolog. Az egyik az, hogy lehet kapni a Müllerben Real Techniques-es ecseteket, amiből egyébként nekem van már egy pár, és nagyon jó ecseteik vannak, én nagyon szeretem őket, de eddig még nem láttam sehol boltban Magyarországon, úgyhogy ez lett volna az egyik dolog, amit el szerettem volna nektek mondani. A másik pedig, hogy miközben ezeket néztem, még egy dolgot vettem észre, aminek a legjobban örülök az összes közül, és remélem, hogy ti is fogtok neki nagyon. Müllerben lehet kapni beauty blendert, az eredeti OG Beauty Blender, ahogy azt a Sephora-ban meg lehet venni, mostantól a Müllerben is meg lehet. Van a normál mérete, amit alapozó szivacsnak hívnak, van a kisebb méret, amit kontúr szivacsnak, és van az egészen picike, amit párban árulnak, azt pedig korrektorozni szem alá. Természetesen nem kell, hogy megvegyétek mindet, bőven elég az eredeti is. De lehet kapni, úgyhogy aki nagyon szerette volna kipróbálni eddig, de nem rendelt, vagy nem tudott hol venni, annak ajánlom figyelmébe, hogy a Müllerben mostantól lehet kapni. Ez lehetne egyébként egy szponzor videó is, annyiszor elmondom, hogy Müller, de ott lehet kapni, tehát... És akkor lépjünk is tovább, most már foglalkozzunk azzal, ami miatt tényleg itt vagyunk. Látjátok, semmi smink nincs rajtam, ahogy be is vallottam, viszont a kedvenc Bobbi Brown-os primerem az már fent van az arcomon, és ide magam elé készítettem azokat a smink cuccokat, amivel az alapomat mostanában el szoktam készíteni, és egyébként elmondanám nektek, hogy ebbe a kis rutinba kettő darab elfes termék is van most. A korrektor kontúr palettával azt hiszem, hogy kezdek egy kicsit megbarátkozni, és leginkább a korrektor színe az, ami azt hiszem, hogy elnyeri a tetszésemet. Erről van ugye szó, és erről a színről. Egy kicsit zsírosabb, mint amilyeneket én használok, és amilyeneket azt hiszem, hogy szeretek, viszont meglepően tetszik, úgyhogy most használom már egy ideje, és nézegetem, hogy milyen érzéseim vannak vele kapcsolatban. A másik pedig a fixáló por, amit még mindig nem szeretek, de igyekszem rájönni, hogy miért is nem szeretem. Viszont bőven elég lesz ennyi már a beszédből, úgyhogy közelebb is hozzak titeket, és kezdjünk el sminkelni. Még mindig nem tanultam meg kiengedett hajjal alapozni, szerintem ez már nem is fog megtörténni ebbe az életembe. Na de, kezdjük el akkor kibontani a dolgokat. Azt ugye tudjátok, hogy én nagyon beauty blenderes vagyok, tehát semmiféle más szivacs, az a jó, az nekem nagyon bevált, úgyhogy nem is igazán próbálgatok másokat. A Morphe-s szivacsot kipróbáltam egyetlen egyszer, de nekem az kicsit kemény volt, úgyhogy én azt nem annyira szerettem, de megpróbálok nyitni más márkák felé is, ne értsétek félre, nem akarok ilyen snobnak, vagy nem tudom minek tűnni. Tehát itt van nálam az első delikvensünk, és így fogásra már most mondom, hogy kicsit keményebb, mint a Beauty Blender.
És ezután, úristen, én erre annyira kíváncsi vagyok. Annyi videót megnéztem, amikor ezeket próbálgatták emberek. Jaj! Nem tudom elképzelni, hogy ez hogy vihet fel szépen valamit. A közepe egy kicsit puhább, és kicsit vékonyabb, és a széle egy nagyon picit így ívesen jön fel, és itt vastagabb. Van egy ilyen kis felesleges borítás, nem tudom, hogy mondjam ezt, ami kilóg, egyébként meg ugye teljesen sima, egy nagyon picit ilyen opálosabb talán, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de biztos látjátok ti is egyébként. És akkor kezdjük is el. Ja, van neki egyébként egy kis utazós tartó, ez nagyon aranyos, ez tetszik. Bár a dobozban ez meghajolt teljesen, de van neki egy ilyen kis tartója. Ez aranyos, ötletes. A mai tesztünkhöz segíteni fog nekem ez a L'Oréalos alapozó, amit biztosan tudok, hogy jól áll, és nagyon sokszor használtam már, sőt, mostanában szinte csak ezt használom. Úgyhogy ezzel fogunk kísérletezni, mind a két oldalamra az alapozó fog menni, csak más szivacssal fogom felvinni. Először bevizezem a szivacsot. Annyira furcsa egyébként, itt van előttem a víz, és nem értem egyébként, hogy miért van az, hogy amikor egy új szivacsot bevizezel, akkor habzik. Tehát, hogy mivel kezelhetik, hogy ez habzik, és egyébként irtókoszos lett tőle a víz. Pedig a kezem biztosan tiszta volt. Ezt lefotózom nektek, hogy lássátok, mert ez egyébként nagyon érdekes. Mindig folyó víz alatt csinálom ezt a műveletet, de ez így meglepő és fura. Szóval, hogy ez a víz teljesen tiszta és átlátszó volt, mielőtt elkezdtem volna kimosni benne a szivacsot, de egyébként tetszik, hasonló az állaga így most már, mint a Beauty Blendernek, úgyhogy alig várom, hogy kipróbáljam. Kezemre fogom feltenni az alapozót, először egy pumpát, hogyha kimosom a szivacsokat, és úgy kezdek el vele sminkelni, ami egyébként majdnem mindig így történik. Nagyon ritkán van, hogy elfelejtem kimosni őket, és csak gyorsan bevizezem. De olyankor egy olyan jó bő két pumpa, hogyha a nyakamat is egészen meg szeretném csinálni, nem csak picit eldolgozni, akkor három kell hozzá. A fél arcomra és nyakamra másfél pumpát számolok. Kíváncsi vagyok, hogy melyikkel mennyi fog kelleni, mert ugye a szilikon szivacsnak elvileg az az egyik nagyon nagy előnye, hogy nem szívja magába a terméket, úgyhogy nem pazarolsz vele. Majd nem sokára megnézzük azt is. Amit szerettem volna nektek még elmondani, hogy találtam egy kis receptet, amivel sokkal könnyebben ki tudjátok mosni a szivacsaitokat. Nem emlékszem már, hogy ki, de az egyik nézőm küldte el nekem Instán DM-be, és kipróbáltam, olívaolajat és mosogató szappant kell összekeverni, 2/3 arányba körülbelül, tehát hogy egy rész olívaolaj és 2 mosogató szappan, és tényleg jobban kiszedi belőle, mint hogyha csak simán bármiféle szappannal csinálnád, úgyhogy próbáljátok ki, nekem tök bevált. És akkor ugyanúgy beleütögetem, mint ahogy a Beauty Blenderrel csinálnám, természetesen megszívta magát. És akkor az első pumpával eddig jutottunk el, körülbelül ennyire szokott a Beauty Blender is fedni. Keményebb, kicsit erősebb érzésem van, tehát hogy mondjam ezt, hogy értsétek? Nem olyan lágy, amikor hozzáér az arcomhoz, mint a Beauty Blender, viszont nem bánom, tehát nem rossz érzés. És akkor még egy fél pumpát raktam a szivacsra, és ezzel még a nyakamat, a fülem környékét és a homlokomon a problémás területen átmegyek még egyszer, bele is szívódott egyébként teljesen, és nagyon tetszik ez a kis levágott része, és a vele keletkezett élek, tehát a szememhez nagyon jól oda tudom tenni, bár mondjuk arra ez a része is jó lenne, de tetszik. Akkor a szivacsos oldalam kész is lenne, és most jöhet a szilikon szivacs, amivel ugye körülbelül a fele elég kellene, hogy legyen az alapozónak, úgyhogy megint csak jöhet egy pumpa a kezemre, és én ezzel a kicsit ívesebb oldalával fogom csinálni
Nyúj, nagyon fura érzés. Teljesen természetellenes, tehát... Nem is tudom, hogy ezt most ütögetni kellene, vagy húzogatni, hogy igazán jó legyen. Nagyon furcsa érzés, iszonyatosan, de az első pumpámból is megmaradt, tehát az teljesen egyértelmű, hogy sokkal kevesebb termék kellett ahhoz, hogy az egész arcomat és a nyakamat le tudjam alapozni, és végül is azért az ütögető mozdulatokat találtam talán kényelmesebbnek és hatásosabbnak, ahhoz, hogy teljesen el tudjam dolgozni. Először szépen eloszlattam, láttátok, és aztán végigmentem a kis ütögető mozdulatokkal. És nem rossz egyébként, tehát hogyha megnézitek, akkor nem feltétlen tudnék kiemelni olyat, amire azt mondom, hogy a szivacs sokkal jobb volt, mint a szilikon. Most, ahogy közelebbről megnéztem, egy valamit tudok kiemelni, amiben nem volt annyira jó. Az orrom környékén és itt a szemem alatt azért vannak kicsit tágabb pórusok, és a szivacs tökéletesen kisimította azokat, ez viszont egyáltalán nem, és ott maradt a lyuk. A következő lépés a korrektor lesz, amit először egy kevés sötétebbet rakok az igazán kis mély szem alatti gödröcskémbe. Először eldolgozom a szivaccsal, aminek most kipróbálom ezt a kis kerekebb végét. És a másik oldalt pedig jöhet a Silly Sponge. És még mindig ugyanaz, mint az előbb. Megcsinálja, amit meg kell, de azért a szivacs az egy kicsit jobb, és ezt már most mondom, hogyha kellene, akkor lecserélném erre a Beauty Blenderemet, mert nem rossz. Más érzés, mint a Beauty Blender, de nem rosszabb. Csak más. És akkor a korrektorozásom utolsó lépése, hogy ebből a palettából felveszem a legvilágosabb színt, és egy kicsit kivilágosítom vele a szemem alatti részt. A homlokomat és az államat. De hülyén nézek ki most. És akkor jött a másik oldal is. Ugyanúgy vettem fel a szilikon szivacsra, bár nem nagyon tudtam sokat. Mindjárt meglátjuk, hogy mire elég. Most se vagyok benne még biztos, hogy sikerült elérni ugyanazt a fedést ezen az oldalt, mint ezen az oldalt. És ezt azért sajnálom. Nem volt tervben, hogy ezt a részt így beleteszem, és ez egy létező része lesz a videónak, de ha már itt van nálam ez a krém kontúr paletta, akkor ki is próbáljuk, hogy a kontúr színeket hogy lehet eldolgozni ezzel a szivacssal, illetve ezzel a szivacssal. És csak egy keveset vettem fel. Azokra a helyekre teszek belőle, ahol ugye eredetileg is kontúrt használok. Még mindig nem vagyok krém kontúr fan, viszont ennek nagyon tetszik, hogy van egy éle, amivel egy tényleg szép vonalat tudsz igazából csinálni, és ebben például biztosan jobb, mint a Beauty Blender, mert azzal nem tudnék ilyen szép kis éles vonalat húzni. Ez tetszik. És akkor nézzük a másik oldalt, a kis Silly Sponge-unkat. Azt se tudom, hogy hogy vegyek fel ezzel rendesen anyagot.
Na, ez egy nagyon szép, használható kontúrvonal. Ez meg igazából egy ilyen sötét, pacaszerű valami, amit miközben megpróbáltam kijavítani a még tiszta oldalával, az levette a már ott lévő korrektort, itt látszik, hogy szép, olyan semmilyen. Fura a fogása, nem tudsz vele igazából olyat csinálni, hogy kézre álljon és hogy jól álljon, ahhoz kicsi, hogy macera. Gyorsan lefixálom a sminkemet, ehhez igazából nem gondolom, hogy tudnám használni a szivacsot, úgyhogy lefixálom a hétköznapi módon, ahogy egyébként is tenném, ezzel a kis szivacssal. Befejezem a sminkem többi részét kamerán kívül, és jövök vissza, hogy elmondjam a végleges véleményemet a két szivacsról. És akkor kész is lennék, ez lett a kis teszt sminknek a végeredménye, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem változott a véleményem, ezt még mindig nem szeretem, tehát így összesítve el tudok vele dolgozni mindent, igazából semmi se szörnyű, de nem is jó. Az orrom környékén a pórusaimat nem tudtam eltüntetni vele, ott maradtak ilyen kis lyukak. A kontúrom nem az igazi, a korrektoromat nem tudtam szépen felépíteni, úgyhogy ez egy nem. Vicces volt kipróbálni, és érdekes, de biztos, hogy nem fogom használni, az meg 1000%, hogy újra venni nem. Erről pedig annyi a véleményem, hogy nem rossz, árérték arányban egyébként kifejezetten jó, viszont azon nagyon meglepődtem, hogy egyszer sminkeltem vele annyit, amennyit láttatok, tehát nem is túl sokat, és már van rajta egy repedés, egy ilyen fél centi mély kis repedés, ami azért nem túl jó, hogyha azt nézzük, hogy ezzel 2-3 hónapig kellene, hogy tudjál sminkelni. A Beauty Blenderemen szerintem biztos, hogy fél év után sincsen, és elmondanám, hogy fertőtlenítve van menet közben, úgyhogy nincsenek ilyen baci fertőzéses dolgokról szó egyáltalán, de ez, mondom, árérték arányban nagyon jó, egy nagyon jó Beauty Blender utánzat, viszont szerintem az eredeti az sokkal-sokkal jobb, de azért ezt is még próbálgatni fogom egy kicsit, és utána majd újra mondok róla véleményt. És ne felejtsétek el, hogyha szeretnétek kipróbálni az eredeti Beauty Blendert, akkor most már Magyarországon is meg tudjátok venni. Hogyha kipróbáltátok, akkor azt valahogy jelezzétek nekem, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Azt is írjátok meg nekem, hogyha ti már próbáltátok a szilikon szivacsot, és esetleg nektek bejött, hogy mit csinálhattam rosszul, hogy nekem nem tetszik. És hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, kapcsoljátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, kövessetek be Instagramon is. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk, sziasztok!